Nagy tisztelettel és szívből jövő szeretettel köszöntök minden kedves megjelentett igazgatóasszonyokat és urakat, kedves vendégeket és kedves kollégáimat. Engedjék meg, hogy az első szó mégis a köszöneté legyen. Köszönet a blokkflőte együttesnek ezért a gyönyörű környezethez illő muzsikáért. Lesz még részünk gyönyörködni a játékukban. Kedves kollégák, egy tanító, egy tanár életében az első komoly lépcsőfok az, amikor friss diplomával a zsebében először belép egy osztályterembe, majd magára zárja az ajtót, és életében először szembesül azzal az élménnyel, hogy innentől fogva elsősorban rajta múlik, hogy ezek a gyerekek a 45 perces óráról vajon úgy távoznak-e majd, hogy többek lettek, gyarapodtak lélekben, szellemben, tudásban. Aztán telik, múlik az idő, és egy idő után a tanár osztályfőnök lesz, és szembesül azzal a felelősséggel, hogy most már egy egész közösség sorsa bízatott rá, és bizony nagy szerepe van abban, és óriási része abban, hogy ezek a gyerekek közösségé alakuljanak, hogy jól érezzék magukat, miközben fejlődnek, gyarapodnak és tanulnak. És akkor valahol a pályának a derekán, a pedagógus pályának egyik csúcsa az, amikor intézményvezetésre kap megbízást a pedagógus. Igazgató lesz. Mit jelent igazgatónak lenni? Elsősorban szolgálat és felelősség, és nem hatalom. Szolgálat és felelősség. Felelősség elsősorban a gyerekekért, azért az 50, 100, vagy 500, vagy akár 1000 gyerekért, aki beiratkozott abba az iskolába, minden egyes gyermekért, hogy ők lehetőleg a legjobban fejlődjenek, hogy azonosan magas színvonalú tudást szerezzenek, és bizony ezen őrködnie is kell az igazgatónak. Felelősség utána a kollégákért, akik ebben az intézményben tanítanak, és az ő személyes jóllétük, szakmai fejlődésük, munkavégzésüknek a színvonala bizony az igazgató, odafigyelő szemén is múlik. Felelősség ezek után az egész közösségért, azért a közösségért, amelyben elhelyezkedik az iskola vagy a kollégium, amely magáénak tekinti ezt az intézményt, hiszen egy-egy intézmény, a helyi közösség, a falu vagy a városnak nagyon fontos közéleti szereplője is. És talán megértik, ha néha nagy szavakat is kell mondani, de így is gondolom, felelősség Magyarországért is, felelősség Magyarország jövőjéért, hiszen azok a gyerekek, akik most az önökre bízott intézményekben nevelődnek, tanulnak, holnap-holnap után felnőtt állampolgárokká válnak, és bizony a mi pályánk ilyen, hogy tapasztalatból tudjuk, hogy egy gyerek, egy majdani felnőtt sokszor elviszi magával egész életre azokat az üzeneteket, amelyeket az alma mater közvetített neki. Ma már nem csak a pedagógiai tapasztalat mondatja velem, hanem kutatási eredmények is azt igazolják, hogy egy-egy iskola, egy-egy pedagógiai intézménynek a színvonala, a minősége több mint 50%-ban múlik azon, hogy ki vezeti és hogyan vezeti. Erről szól tehát a vezetés, amely hagyományosan vezetési funkciókban nyilvánul meg, ahogy ezt sokan tanulták, hiszen mindannyiuknak van közoktatási vezetői szakvizsgája. Kérem, ne felejtsék el az ott tanultakat, mindig tervezzék meg előre jól a tennivalókat, rendeljék hozzá az erőforrásokat, gondoskodjanak minden körülményről, verjék ki akár a tankerületből, ha kell, azt, ami szükséges ahhoz, hogy az iskola jól működjék, és főleg nem ulasszák el az ellenőrzést sem. Azt a feladatot, amely az igazgatóknak sokszor legkevésbé szeretett feladata, mert azt hiszik, de rosszul hiszik, hogy az ellenőrzés megalázó. Nem, az ellenőrzés megtisztelő, mert arról szól, hogy érdekel engem, amit a kollégám tesz, ahogy tanít. És ki vagyok éhezve arra, hogy dicsérő szavakat mondhassak neki egy-egy meglátogatott óra után. Igen, a jövő tanévtől, és most már rövidesen itt van, új időszámítás kezdődik a magyar köznevelés rendszerében. Erről részletesen a holnap
kezdődő kétnapos tanévnyitó konferenciánkon fognak, akik ott lesznek, előadásokat hallani, de önök, akik már régóta készülnek az intézményvezetői szerepre, úgy hiszem, hogy teljesen képben vannak, sok újat nem fognak hallani azok sem, akik eljönnek, de ezt nehogy lebeszélésnek gondolják, mindenkit biztatok, bármilyen messze is lakik, hogy jöjjön, mert rengeteg információt hallanak, és nagyon sok kapcsolatot tudnak ott teremteni, amelyre szükség lesz. Nos, ebben a megváltozott, megújuló, újjászülető köznevelési rendszerben az egyik hangsúly a minőségre esik, hiszen az állami intézmény fenntartást azért döntött el a kormány és az országgyűlés, hogy az állam, mint gondoskodó szolgáló, a közjó szolgálója biztosítani tudja minden gyermek számára az azonos színvonalú oktatást és nevelést, hogy ne forduljanak elő, ne adódjanak olyan megengedhetetlen különbségek, amelyek sajnos voltak az elmúlt időszakban. Ebben az új állami intézményrendszerben megváltozott, változóban van az igazgatóknak a szerepe. Az igazgató feladata nem adminisztráció, de az is. Az igazgató feladata nem az, hogy pénzt szerezzen az iskolának, de az is, ha történetesen alapítványt működtet az iskola, illetve annak valamelyik szervezete. Az igazgatónak nem feladata az, hogy mindenáron kiszolgálja valamilyen felette levő vélt hatalmasságnak az akaratát, hanem az a feladata, hogy gondoskodjék az iskolában, intézményben folyó pedagógiai munka színvonalának állandó javításáról. Ez a megnövekedett pedagógiai szerep, ez az új igazgatói szerep, gondolom, hogy mindannyian erre készültek. Azért a jó pap is holtig tanul, ezért csak buzdítani merem és tudom mindannyiukat, hogy pedagógiai tudásukat a szakirodalom olvasásával, konferenciák látogatásával gyarapítsák állandóan. Hiszen a jövőben, ez is a megújuló köznevelési rendszer egyik jellemzője, a tanfelügyelet nem csak a tanári pedagógiai munkát fogja vizsgálni, hanem az igazgatói munkát is, elsősorban, mint vezető munkáját, és ezen keresztül fogja megítélni az intézmények egészének a munkáját. Ezért tehát pedagógiai vezetővé válik ismét az igazgató, ahogy volt valamikor a klasszikus korban, amikor nem terhelték őt egyéb feladatok, mert erről az állam vagy az intézmény fenntartója gondoskodott. Nos, ezt szeretnénk ismét, ezt a helyzetet elérni, hogy önöknek ne az legyen a mindennapi gondjuk, hogy honnan szereznek még egy-két százezeret vagy milliót az iskolának, mert ez a Klebersberg Intézmény Fenntartó Központnak a dolga. Az önök hangsúlyos feladata, mint mondtam, az, hogy ott tanár, diák fejlődjön, és egyúttal jól érezze magát. Ezért arra buzdítom önöket, és azt várjuk önöktől, hogy minden erőfeszítésüket arra szenteljék, hogy a társadalom, a szülők, a gyerekek méltányolják a pedagógiai munkát. Sajnos az elmúlt időszakban a pedagógusokat valami önpusztító hajlam abba az irányba tolta, hogy a társadalom igazán nem becsülte meg a pedagógusok munkáját. Ugyanígy az igazgatókét sem. Mi szakítani akarunk ezzel a szemlélettel, ezzel a gyakorlattal is. Egyebek között erről szól a pedagógus életpálya, amelyet nem kis erőfeszítés árán kidolgoztunk és keresztül vittük. És mint tudják, szeptember 1-től, azaz jövő október 1-én kapják először kézhez, ez lényegesen megemelt fizetésben is megmutatkozik. De itt nem is a pénzről szeretnék inkább még szólni néhány mondatot, hanem arról a megbecsülésről, amelyet a pedagógus társadalom ki kell, hogy vívjon magának ismét. Képletesen szólva, hogy a társadalom minden tagja megsüvegelje a tanító és a tanár embereket. Kedves igazgató asszonyok és urak, önöknek ebben a feladatban elsősorban igen nagy szerepük és lehetőségük van. Ha önök tisztelik a tanáraikat, akkor a környezet is jobban fogja tisztelni. Ha önök lekezelően válnak történetesen a tanáraikkal,
akkor a külvilág is megérzi ezt, és ugyanezt fogja tenni. Ezért, hogy ez a megbecsülés növekedjék, a kormányunk mindent alárendelt ennek a feladatnak, és ezt a megbecsülést szimbolizálja ez a mai első aktus is, hiszen ebben az évben történik először, hogy miniszteri hatáskörré vált az igazgatók kinevezése. És szeretnénk emlékezetessé tenni ezt a napot ezzel a kis szerény ünnepséggel, amelyet remélem, hogy nem fog tönkre vágni ez a kicsit levegőtlenség, ami itt kialakult az augusztus végi kánikulában. Kérem szépen, hogy hallgassák majd örömmel és tetszéssel a következő műsorokat. Még egy utolsó gondolat. Az igazgató sokszor úgy érzi, mint a legtöbb vezető, hogy magányossá válik, egyedül marad a gondjaival. Miközben pontosan tudjuk és tudhatjuk, hogy az igazgató sohasem lehet magányos játékos, hanem csapatjátékos. Ezért akkor lesz esélyük jó iskolát fejleszteni, továbbfejleszteni azt, ami már eddig is jó, vagy ami talán kevésbé jó, abból jó iskolát varázsolni, hogyha igazi csapatot tudnak építeni a tanári karból, és természetesen a szülőkből és a gyerekekből. Az iskola, mióta létezik, titokzatos elegye az egyéni teljesítménynek és a csapatmunkának. Éppen ezért a mai ünnepélyes alkalmon a megbízó levelet képletesen nem csak önöknek fogjuk átadni, hanem szimbolikusan mindazoknak, akik az önök csapatának a tagjai, és azt kívánjuk önöknek és a kollégáknak is, hogy ebben a csapatjátékban teljék örömük, fejlődjenek, élvezzék ezt a munkát, és gyarapodjanak. Szívből gratulálok önöknek, kedves igazgató, asszonyok és urak, és kívánok bátorságot, kitartást, hitet, buzgalmat, reményt, sok szeretetet adjanak is, és kapjanak is, és hát természetesen boldog új tanévet.